arra kértél, hogy az interjút azt vegyük fel így alsó nadrágban, és a térdettől mutathatlak. Miért ez a kérés, és miért fontos az, hogy rajtad most nincsen hacuka tulajdonképpen? Mert szeretek nyilvánosan alsó nadrágban mutatkozni. Azt hiszem, hogy nosztalgikus lesz a közönség. Aláírom. Vagy fölé, ahogy a helyzet hozza. Zöld volt, most pirosra változott, ide kell érintened a kártyát. Zöldre vált és betölt az ajtót. De jó. És újra piros. Nagyon jó, hát ez zseniális. Egyszerű, nem bonyolult, tudok. Melyik lépcsőt választok, a kintit vagy ezt a hátsót? Te rád van bízva. Te a felvétel miatt lehet szebb, hogyha itt megyek. Jó, te vezess. Hol megyünk? Miklós vezet minket a kiállításra. Könyvtárba megyünk, ahol híres magyar popzenészek fotói vannak kitéve, én még nem láttam ezt a kiállítást, és azt csiripelik a madarak, hogy rólam is van egy fotó. Van, én láttam. Én még nem láttam, és alá fogom írni. Kapok egy varázstollat, ami alkalmas arra, hogy ezt a fotót aláírjam, és aláírom. Vagy fölé, ahogy a helyzet hozza. Kis türelmedet kérjük, valaki miért bezárta ezt az ajtót, de mindjárt hozzá azt a légyen a. Azt, hogy a Magyar Zeneházában van a koncert, az neked mit jelent? Van valami? Megtiszteltetés. Tehát ez egy rangos hely, minden nap rangos események, koncertek vannak a Magyar Zeneházában. Például holnap Németh Károly vezetésével mini együttes. Ugye, 17 óra 19 van. Mi történt eddig? Beálltunk a zenekarral, játszottunk egy pár számot, kipróbáltuk a technikát, amely ragyogóan működik. Tehát a 21. századi technika az lehetővé teszi, hogy a zenekar teljesen élőben játszik, és a vásznon látható videóklip teljesen szinkronban van a zenével. És lesz 6 szám, amihez videóklipet vetítünk. Ezeket te rendezted? Nem. Egyiket sem én rendeztem. Hát talán a jó rád ez a hacukát kicsit én is rendeztem, de alapvetően nem. Az emberek, figyeljetek, egy atomfizikus készítette, Zehetmeier László. Igazából mérnök, de én atomfizikusnak hívom. Menjen előre. Megyek előre. Érkeztünk a könyvtárba. Jó könyvszak. Aranyszínű toll. Itt vannak a rockstárok képei. Padödőt már megtaláltam. Mini Török Ádám szegény ott van.
Berkes Gabi. Megtaláltad őt? Bencsik Sándor. Hát sajnos ő már nem tudja aláírni. Én nem találom magamat. Itt vagy pont a adődő fölött. Már látom. Hol írjam alá? És ki van fölött? Ja, Szikora van fölöttem. Falusi Marian fölött vagyok. Sárga esőkabátban. Miklós, hol írjam alá? Hát? Ez egy jó, jó kérdés. A vállamon aláírom. Így. Jó. Aláírtam. Marika még nem írta alá. Édes Marika. Nekik írtál számot, és nem is egyet. Írtam. Köszönöm szépen. Jó. Rangos. Ki ezek az itt lévők közül hatással volt rád, vagy követed a zenéjét, dolgoztál velük, voltál velük kapcsolatban? Hát Lár Andrással dolgoztam, és még fogok is. Dollival turnéztam. Fenyőt is jól ismerem. Vadödőnek számokat írtam, Flipper öcsivel turnéztam. KFT-vel léptünk föl közös koncerten, de nem egyszerre, hanem először a GM49, aztán ők. Török Ádámot sokszor láttam az Ifjúsági Parkban, volt mini P-mobil koncert. És ott voltam. Na jó. Készítettünk egy olyan fotót, ahol... Igen. Itt magam mellett állok. A két galamikus egymás mellett. Szólj, hogy most. Szólok, és most. Ezt nem is egy ilyen távolabb is készítenék. És most. Nagyon szépen köszönöm. Hány éves vagy a fotón? Azt meg szabad kérdezni? Ott körülbelül? 23. Emlékszel, hogy volt készült? Azt arra nem. Egy szórólapon volt ez a kép. Egy GM49 szórólapon. De sárga bőrkabát, azt mondtad. Sárga esőkabát. Anyukámtól loptam. Tehát női gombolása volt. Hova menjünk? Nagyon szépen köszönjük. Vissza az öltözőbe. Na, erről van szó, kedves nézőink. És én ott voltam, Székesfehérváron is, Siófokon is, budapesti különböző helyszíneken. Itt a zene. Ez volt a zene. Önálló hangverseny, erről van szó. Köszönöm. Összesen 4 próba volt a zenekarral, egy-egy hónappal ezelőtt, és a másik 3 az pedig most a koncert előtt közvetlenül. Mennyire vagy elégedett a csapattal, mennyire érzik magukénak a G49 számait? Nagyon elégedett vagyok, hát ők világszínvonalú virtuóz zenészek. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok.
a próbákkal mennyire voltál kemény fűnök, mennyire kellett odafigyelni, vagy mindenki hozta a maga formáját? Nem kellett nagyon keménynek lenni. Egy-két dolgot kértem, hogy azt nézzük meg még egyszer. De teljesen szelíd hangnembe zajlottak a próbák. Mikor volt utoljára a színpadon a GM49? 85-ben, de aztán volt GM több mint 49 együttes, az 10 évvel ezelőtt volt, vagy ilyesmi. Akik először találkoznak a GM49-re, ugye azt hiszik, hogy a 49 volt a születési éved. Van egy 49-es. Elmondjuk nekik, hogy pontosan mit jelent ez? Gyerekkoromban volt egy film, az volt a címe, hogy 7x7, egy olasz bűnügyi vígjáték. És ezt nagyon szerettem, Londonban játszódik. És nagyon sokszor megnéztem moziba. És ezért a 7x7 című film miatt lett 49. Ugye arra kértél, hogy az interjút azt vegyük fel így alsó nadrágba, és a térdettől mutathatlak. Miért ez a kérés, és miért fontos az, hogy rajtad most nincsen hacuka tulajdonképpen? Mert szeretek nyilvánosan alsó nadrágban mutatkozni. Van is már fönn videó, amin az elektromos gyalogos alsó nadrágban éneklem. A próbateremre készült. Szeretek nyilvánosan fehér alsónadrágban megjelenni. Ez most ilyen B-színű lett tulajdonképpen, nem annyira fehér. Hát de... ez fehér. Jó. Na, ha már mondtál számcímet, mi vár, mi a playlist, ugye a legjobb slágerek jönnek elő, Kötödel, Trikotázs, Bélát itt ne keressétek, ezek mind várhatóak? Természetesen. Mennyi lett a hangzás 21. századi, át van egy hangszerelve? Kicsit át vannak hangszerelve. Virtuóz a billentyűs is, Erik, és virtuóz a szólógitáros Tamás. Nem beszélve a basszusgitárosról, Viktorról, mindenki virtuóz. Hogy találtad meg őket? Van egy kedves barátom, Greg, és ő neki a keresztfia, Pacári Viktor, a basszusgitáros is. Greg ajánlotta a keresztfiát, és Viktor ajánlotta a többi zenészt. Tehát ők nagyon egy húron pendülnek egymással. Mit tudod, az első találkozókkal találkoztok, még nem látod őket. Próbajátékot kértél tőlük, vagy megnéztem? Nem. Videót láttam róluk interneten, és nem kellett próbajátékot kérni. Nem szűnt meg, él és virul, GM több 49 is volt, most megint 49. Hogyan tovább? Január 19-et írunk 2024-ben. Reméljük, hogy a koncert olyan sikeres lesz, hogy lesz folytatása. Tehát kapunk meghívásokat, mi nyitottak vagyunk arra, hogy folytassuk. A színpadon ez a jelmez mennyire is jellemző, még egyszer megmutatom. Tehát így beszélgetünk Galla Miklóssal, szigorúan térdől fölfelé, vagy ott rendes fellépő ruhád van? Van fellépő ruhám, de leszek félmeztelen, amikor a derekamnál ki fog látszani az alsó nadrágom. Tehát arról nem tudok lemondani, hogy azt megmutassam. Fehér, az is fehér lesz, mint ez.
Az eredeti szövegét Lár András írta meg, de a harmadik versszakot átírtuk, Kun Krisztián barátom átírta, azért, hogy a hónhajamról énekelhessek benne. Bár lennék súlylökő. Az a nap neked egy kicsit ilyen örömünnep, nem? Örömünnep. Hát nagy munka. 22 számot fogok végig énekelni. Akkor fárasztó is, nem? Hát enyhén szólva. Hogyan készültél rá? Edzettél otthon? Kerékpároztál? Nem, próbáltunk a zenekarra. De fizikailag gondolom. Kerékpározni minden nap szoktam, az nem függ össze. Muszáj szobabiciklizni, hogy jól tudjak aludni. Mennyi kilométert? 20 perc. Közben tévé? Tévé. Mit kell kívánni egy ilyen koncert előtt, Miki? Sok sikert. Ez babonában nem akartam, de hát akkor sok sikert. Kösz. Utána mi lesz a program? Lejössz a színpadról, hazamész és készen találkozol a közönséggel? És kirohanok az előcsarnokba dedikálni a regényemet, mert ott fogják árulni. Átragadt szerelem című regényemet. Szia, valami. Ó, bocsánat, így van. Szia. Szia. Most már igen, szia. Úristen, először veszem a kezembe. Adjál tizet. Összetegeződtünk. Adjak tizet? Adjál tizet. Jó. Ha esetleg elfogyna, azt nekem vissza. Ne, adjak tizet. Nagyon sok családtagom. Jó, akkor majd behozom. De itt hagyom már a végén. Tudod, csak azért aggódom, hogyha esetleg... Családtagom lesz itt, és barátom. Jó. És kell nekik adnom. Jó, akkor azok nagyon megületet. Nagyon jó, nincs is elő. Vagy van előzék? Van, persze, hogy van. Nincs. Itt van, ez az. Hogy mire gondolsz? Szokott lenni ilyen üres, ja, fehér plusz üres tapis. Nincs, az ez lett, ezt nem hagytuk üresen. Ugye beszélgettünk már a könyvről, hogy ez igazából picikét életrajzi vonások is vannak benne, ami a te életedben. Tehát Zsolti figuráját magamról mintáztam, ezt ki lehet jelenteni. De nagyon sok fiktív elem is van benne, ami nem történt meg, csak jó lett volna, ha megtörténik. De jelszó a szalonképesség, erről is beszéltünk a rádió interjúban, hogy szalonképesen vannak pikáns dolgok megfogalmazva. Igen, nemi aktus le van benne írva. Mint egy biológia könyve, hogy mi ez, hogy szalonképes? Mi ez, hogy szalonképes? Hát mondjuk az a szó kapcsolat, hogy nemi szerv a szalonképes. Igen. Az is szalonképes, hogy orgazmus. Az is szalonképes, hogy sperma. Ilyen szavak vannak benne. Egy ilyen jelentnek a leírása, hogy könnyen kijött belőled, vagy így... Könnyen. Ti dolgozik Galla Miklós, kedves nézők. Aki most itt van 19-én, és várja a fellépést az öltözőben, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy exkluzívre bejöhettünk. Thank you.
fiatal emberek vagytok, ismertétek a G49-et? És természetesen ismertük, és hát a Mikinek a munkásságát is nagyon-nagyon szerettük, és hát elájultunk, amikor kiderült az, hogy mi ebben egyáltalán részt vehetünk, úgyhogy óriási megtiszteltetés nekünk. Próbálkozzálatok, mennyire diktátor, mennyire mondta azt, amit látni akar, vagy kicsit hagyott benneteket? Hát Miklós szerintem nagyon ránk bízta a dolgot, és ez nagyon megtisztelő. Azt hiszem, hogy nagyon gördülékenyen és szépen folytak a próbák. Igazából azt éreztük, hogy már akkor koncertezünk, amikor próbáljuk a dalokat, szóval természetesen folyt minden. Milyen emberő próbál? Milyenre poénkodik, meglepteteket, mi a váratlan szitukat eredményez? Hát igazából én nem éreztem azt, hogy váratlan szituk lennének. Teljesen profi módon álltunk szerintem mindannyian a próbákhoz. Felkészültük a számokhoz, lejátszottuk őket, és ennyi. Miklós nagyon jó fej volt, csendes, kedves, aranyos, úgyhogy ennyi. Ugye benne vagytok belülről, mennyire szól ez a mai emberének ez a zene? Nem egy mai zenekar a G49, nem egy mai dalok. Nem mai dalok, viszont szerintem ettől függetlenül nagyon sok mindenki kíváncsi hát az ő személyére elsősorban, és nyilván a dalokat is sokan ismerik. Úgyhogy ennek mindenképpen létjogosultsága van szerintem. Egyet vagy kettőt? Fel vagyok készülve valami váratlanságra, hogy hát az ő személyben fakadhat ez, és akkor van erre eszköztáratok, hogyan lehet kezelni egy ilyet, vagy nincs, vagy majd megoldódik. Hát nem vagyunk rá fölkészülve, de bármikor is. Hát ha meglepetés lesz, akkor az nekünk is meglepetés lesz. Tehát őszintén tudunk majd úgy nézni, hogy Jézusom, most mi történik, hogy bármikor mi is. Mert szerint elvileg nincs meglepetés, de bármikor. Én tudok egy olyan, ugye mi vittük oda is, meg visszafele is a próbaterembe, és nekem említett egy-két dolgot, hogy majd akkor ez és ez a sztori, majd, és igazából nem árult el semmit, csak így mondta, hogy ez és ez a sztori lesz, és majd Péter, akkor majd te is meghallod, és akkor így mondtam, hogy oké, akkor kíváncsian várom. Tehát, hogy lesz egy pár olyan dolog, dalok között lesznek történetek, igen, amit nem hallottunk. Egészen hosszú konfokra lehet számítani. Ez több, mint egy koncert azért, nem? Igen. Persze, hát ez egy stand-up comedy igazán, plusz zenék, plusz ugye van előtt egy interjú is, tehát ez nagyon komplex valami. Kulcs van? Kulcs. Aztán itt... Kopogunk. Megyünk a folyosón. Nézzük hát, ha... Lehet, hogy nem. Fiatal ember vagy, a G49 az nem egy mai zenekar. Így van. Mi az első, amiket Miki mutatta meg, vagy már magadtól rátaláltál? Nekem ez konkrétan az első emlékem az, amikor elkezdtem tanulni ezeket a számokat. Én nem ismertem Mikinek ezt a fajta munkásságát, csak a másikat, a lárpúrlártosat. Úgyhogy pár hónappal ezelőtt találkoztam először ezekkel a számokkal. Elég komoly zenekar jött össze, és ugye beszélgettem velük, azt mondták, hogy igazából nem ismerték a zenekart, akkor ismerték meg, amikor fölkérték őket. Kinek a zenéje ma a GM49? Kiket vársz a nézőtérre? Milyen korosztály lesz itt? Hát azt hiszem, hogy nosztalgikus lesz a közönség. Tehát akik ismerték régen, ők, azt hiszem, hogy ők, én örülnék, ha sok fiatal lenne a nézőtéren. Fiatalok előtt nagyon szeretek mesztelenkedni. De az majd nem lehet. De így, tehát fél mesztelenkedni. Értettem. Erre van engedélyem. Ennek mi az üzenetenek a fél mesztelenkedni? Azon kívül, hogy te szeretsz így lenni. Üzen valamit ez, vagy? Üzen azt, hogy szabad vagyok. Ez elég üzenet. És szeretem bevállalni a mesztelenséget. Ideiglenesen az. Én festettem, de nem erre a pólóra, ez egy festményem, ami vásznom van, és le van fotózva, és a fotó van rá nyomtatva.
És mi a kép címe? Függöny, mintha. Sejtettük, hogy nem egy egyszerű címe lesz azért. Egy kis móka, egy kis játék van benne. Így fog. Jó nagy itt ez a kivágás. Direkt. Azért, hogy kihangsúlyozza a hónaljamat. Értem. Nekem a hónaljam az nagyon fontos. Ezek a színek, ezek nagyon mennek, mint de vetszül a hónaljam. Nem azt, a másikat. Így. Ezt szeretem. Jó. Megmutatni. Miért fontos ez? Miért pont a hónalj? Mert szeretem. Jó, nagyon jó a zenekar, nagyon édesek a táncosok. Nagyon jó az énekes. Köszönöm, megteszem, amit tőlem telik. Ezt a széket, amikor te nem is mi azt kiviszik, az csak most van ott. Az szabad csúnya szót mondani? Kurvára nem lesz ott. Az kurva jó lesz. Köszönöm, zenekar! Köszönöm, táncos lányok!